Can you check papír, nézzük és vigasztunk. Vagyom el, éppen? Már lehet, hogy félfélre leszállunk. Látod, összefognak törni a kiratotontot. Hát te várjátok meg, állítsuk meg a végrehajtásokat, töröljük el a debizahitelt, és fizetsétek ki a károinkat. Hajrá! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, magyarok! Ébredjetek, mert ha nem cselekedtek, holnap már a bugyi is elszakéljetek, ami rajtatok van. Sokat gondolkoztam, amíg így gyalogoltunk az úton, és arra megállapításra jutottam, hogy Magyarországnak ma egy nagyon hitvány kormánya van. Azért hitvány, mert nem fordulhatott volna elő, ha egy kicsit is odafigyel, hogy éveken keresztül ez a bankcsalás folytatódjon. Ha értenének ahhoz, amit csinálnak, akkor észre kellett volna, hogy legyék azt, hogy mi történik. A másik lehetőség, hogy észrevették, és tudták, hogy bizony, csak támogatták. Mind a két esetben arról van szó, hogy ez a kormány hitvány. És megérett az idő arra, hogy látsunk. Itt az ideje tényleg a rendszerváltás. Hogy tetszik a macsos szívban, sem engedi be az ügyfelet? Hát ez elmondni a következtetés, itt kell hagyni azt a bankot. Na milyen érzés ilyen bankban dolgozni? Hát egyrészt össze van mocskolva, másrészt pedig elmikor megjelentek az aktivisták, és bármit elhelyezhetnek, és bármikor megjutatják a kirakatokat. Elszámolásolok a színpad, elszámoló a magyar nép, ott a VSG-t megnyomat, mert gyilkosok vagytok, ugyanások, és az ügyintézők bűnrészesek. Ha nem mondják el, hogy hogyan verték ezt az embereket. És a bűnrészesek, azok börtönben fognak rohadni. A börtön, annak állam, szűnt a szívek, tulajdánkat, mint a fáró pillanat, ragyogod, sikarod, és sziklázik a fény. Csak a szívem szomorú. A rákondolom életet! Megkapod a magadért, és ez még csak a figyelmeztetés. Következő, az már kalapáccsal, fejszével és értelmával fog történni. Úgy kell neked!